együttműködő partnerünk Acer. BenQ. Köszöntünk mindenkit, a Restartot látjátok ismételten, informatikai segítségnyújtó műsorunk élő kiadását. Én a Mendi vagyok, és Krisztiánnal együtt köszöntelek benneteket itt a műsorban. Nos, hát rengeteg hírünk van, bejelentések, illetve újdonság hegyek vannak, úgyhogy nem sokára ezekről be is fogok nektek számolni, ám de előtte elmondom szokásos elérhetőségeinket, amelyeken keresztül be tudtok kapcsolódni a műsorba. Van egy telefonszámunk, 44 51 349-es, ezen lehet csörögni, alapdíjas budapesti szám, tessék nyugodtan hívni. Másodperceken belül a Skype-on is fent leszünk, tv.fixhd, ezt tessék ismerősnek, illetve partnernek jelölni a Skype-on keresztül, és már is van lehetőségetek csörögni, akár egy webkamera segítségével. Képileg is meg tudtok itt jelenni nálunk, és ha ezt így teszitek, akkor természetesen beadjuk az arcotokat is adásba, tehát nem csak hangban, képben is meg tudtok jelenni itt nálunk. facebook.com/fixhd, ezt lehet lájkolni, az a televízión közösségi oldalának címe, itt várjuk a hozzászólásokat, illetve a különböző híreket, érdekességeket is az oldalunkra. Nyugodtan lájkoljátok és küldjétek a hozzászólásokat, egymásnak is lehet reagálni, tehát hogyha valamilyen kérdésre mondjuk én nem tudnék válaszolni, vagy esetlegesen ti is segítenétek, akkor segítsük egymást nyugodtan, tessék tehát a Facebookon keresztül egymásnak is segíteni. Ezen kívül külön engem is lehet követni, ha valaki szeretné, akkor a facebook.com/vendifix oldalon ezt megteheti. Én mindenféle érdekességeket szoktam napi szinten ide is posztolgatni. Úgyhogy aki követni szeretne, akkor lájkoljon és kövessen rendszeresen engem. Aztán van egy weboldalunk, ahol a televíziót lehet figyelemmel kísérni, akár az élőadás is elérhető, ez a www.fixhd.tv címen érhető el. SD, HD minőségben rá kattintható és nézhető, nézd minket élőben nevű kis boxocskába, tessék a megfelelő kis gombra kattintani, és már is olyan minőségbe el fog indulni az adás, amelyikbe szeretnétek. Ugye a HD az logikus módon egy nagyobb fábont, kicsit több sávszélességet igénylő stream, az SD pedig a gyengébb minőségű, de azért nézhető kategóriájú streamet jelenti. Ugyanezt mobilról, táblagépről és okos tévéről is meg lehet tenni. Mobilon az m.fixhd.tv-s címen, okos tévén pedig a smart.fixhd.tv-s címen érhető el a televízió műsora élőben. De persze, hogyha van egy videótárunk is, illetve nem hogyha, hát az van. Tehát hogyha esetlegesen nem tudjátok élőben nézni a műsort, de vissza szeretnétek nézni, akár a Restartot, vagy akár a többi műsort, akkor ezt a videótárból meg lehet tenni. A weboldalunkon, illetve a YouTube csatornánkat is lehet követni, feliratkozni is lehet rá, ez pedig a YouTube-on a Fix TV Hungary nevű csatornát tessék keresni, vagy Fix HDTV nevezetű felhasználót, és akkor arra lehet feliratkozni. Azt hiszem mindent elmondtam, úgyhogy előttetek a lehetőség, nyugodtan tessék velünk felvenni a kapcsolatot. Én kezdeném rögtön két fontos hírrel is. Az egyik hír az arról szól, hogy mostantól a magyaroknál is, illetve itt Magyarországon is ingyen lehet telefonálni a Facebookkal. Ugye egy-két hónapja beszélgettünk már erről a lehetőségről, hogy az Egyesült Államokban, illetve Kanadában, aztán később már ugye itt Európában is több országban aktiválta a Facebook azt a lehetőséget, amivel akár csak úgy, mint a Viber vagy a Skype lehet hívásokat kezdeményezni, hát most a Facebook ismerőseitek között is. Ugye ez mobilon érhető el első körben, tehát az asztali megoldásban eddig is megoldhattátok ezt, ugye Skype plugin segítségével lehetett már a Facebookon egyébként is egymással akár videóhívást is folytatni. Most viszont a mobilokra, illetve táblagépekre is aktiválták, tehát ténylegesen lehet egymást hívni. Én ki is próbáltam, tök jól működik, nagyon jó hangminősége, vetekszik egyébként a Skype-al, illetve a Viber-rel, ez a kettő, amit úgy aktívan szoktam használni így mobilon, hát minőségileg teljesen meglepődtem, hogy mobilneten is, tehát nem is wifin, hanem mobilneten próbáltam ki, és akadozásmentes, kristálytiszta, jó minőségű hangot lehetett vele átvinni.
Állítólag fejlesztik a videóverziót is, tehát majd mobilon is keresztül is lehet majd videótelefonálni is, de egyelőre most a hangot aktiválták végre itt nálunk is. Tehát Magyarországon is bekapcsolta a Facebook a Messenger ingyenes mobiltelefonálást lehetővé tévő funkcióját. A Facebook januárban indította el a Messenger alkalmazáson belüli ingyenes telefonálási lehetőséget, amit márciusban húzott be Európába, mostantól pedig most végre Magyarországon is elérhetővé vált a funkció. A Wi-Fi és mobilneten keresztül is használható VoIP szolgáltatás használásához, vagy használatához, az Androidra, illetve iOS-re elérhető Facebook Messenger alkalmazáson belül meg kell nyitni a kívánt ismerősünk chatablakát, a jobb felső információ gombra kattintva, pedig ugye ahol eddig megtudtuk nézni az aktuális státuszát, illetve gyakorlatilag, hogy elérhető-e vagy sem, most már ott van egy free call nevű menüpont, amire kattintva már is elindul a telefonálási lehetőség. Akinek nem szimpatikus a Facebook megoldása, az ingyen telefonálásra használhatja ugye a Skype-ot, a Viber-t, vagy akár ugye a nemrégiben bemutatott Line nevezetű szoftvert is, amely ugye most már a Viber, illetve Skype verzióban asztali gépen keresztül is működik. A Facebookon még egyelőre, ugye az előbb is mondtam, a Skype segítségével lehet, egy ilyen plugin segítségével lehet egymással ingyen beszélni, de most már mobilokon is működik a dolog. Úgyhogy használjátok, próbáljátok ki, referáljátok róla. Én rögtön kitettem a Facebook oldalamra egyébként, mert hát én is megörültem neki, és rögtön kaptam már a hozzászólásokat, kettő olyat is, egyébként az 5-6 hozzászólásból kettő olyan volt, hogy már valami alternatív megoldást akarnak egyes emberek találni, tehát például az volt az egyik kérdés, hogyha lejárt az adat, tehát az adatforgalmat túlforgalmaztuk az adott mobil internet előfizetésünkkel, akkor ugye lelassítják az internetet, hogy azon is megye. Hát most erre igazából nem tudok 100%-osan válaszolni, mert nem tudom, hogy milyen sávszélességgel működik a Facebooknak ezen funkciója. Mivel hanghívásról van szó, megmerem kockáztatni, hogy úgy is működik egyébként. Tehát ugye általában, amikor ilyenkor lekorlátozzák, akkor hát úgy tudom, az egyik szolgáltatónál 32 kilobit per szekundum korlátozzák, a másiknál 56-ra, van amelyiknél már csak 9,6-ra, tehát nagyon kis sávszélessége, ott azért nem valószínű, hogy működni fog, de talán a 32 vagy az 56K-s megoldásból ott működni fog már, úgyhogy hát próbáljátok ki, nem tudok rá mit mondani, hogy próbáljátok ki. A másik kérdés meg arra irányult, hogy nem csak okos telefon, hanem sima egyszerű mezei mobiltelefon, ahol egyébként ugye valamilyen jávás megoldással lehet facebookozni, hogy ott is lehet-e használni. Hát azért gyerekek, ez okos telefonra van kitalálva, szóval nem valószínű, hogy ezekkel a jávás alkalmazásokkal, vagy ezeken belül is meg fogják ezt oldani, de ne legyünk ennyire, nem is tudom, kicsinyesek, vagy hogy szokták ezt egész pontosan mondani, mert hát most örüljünk neki, hogy van egy ilyen lehetőség, ne rögtön már megint a hátsó kapukat keresgéljük, hogy lehetne már még ezt is úgy megoldani, hogy ne is kelljen hozzá internet, hát jó, hogy ne a levegőbe jöjjön a történet, szóval azért lassítsunk egy picit, jó? Na, ezzel kapcsolatban ennyi. Aztán ugye tegnap bejelentették az Xboxot végre. Ádibát felveszem egyébként Skype-on, de egy kis türelmet hagy kérjek tőled, jó? Egy pici türelem, amíg ezt a hírt befejezem, addig tartsad, legyél kedves. Tehát bemutatták az Xboxot, és hát természetesen ugye itt már mindenféle dologról szó volt, Xbox 720, Xbox Infinity, mindenféle nevet leközöltek már az IT sajtóban, hogy így fogják hívni. Hát jelentem aláson, ezt hívják félrevezetésnek, vagy nem is tudom, beugratásnak, vagy szenzációhajhászásnak. Xbox One. Ez lett a végleges neve végül is, és így jelentették be a Microsoft új konzolját. Ahogy a Sony, úgy a Microsoft is újra szeretné írni a konzolok és a játékok világát, sőt a Microsoft kicsit tovább is merészkedett, az Xboxot egy konzol helyett inkább egy lakás szórakoztató központként képzeli el. Az Xbox 360 kiadása óta alaposan megváltozott a nappalihoz alkalmazkodva, a vállalat majdnem mindent szeretne, mindent az egyben jellegű rendszerbe integrálni, ami csak a nappaliban történhet, mondta el Redmondban Don Matrick, az Xboxért is felelős Microsoft alelnök, aki lerántotta a leplet az új Xboxról, melynek a neve Xbox One. A Microsoft Redmondi sajtó eseményén összegyűlt közönség
már azelőtt megtapsolta az új Xbox fejlesztőit, hogy a gépről bármit is elárult volna a cég. Ez csak az kellett, hogy elhangozzon, 4 éve dolgoztak a következő generációs konzolon. Tehát egyébként valóban így van. Tehát ha jól emlékszem, az Xbox 360, tehát ugye az ez eddig legfrissebb Xbox, az 2008-2009-ben jelent meg, már nem tudom pontosan, hát az meg igen csak 4 éve történt. Kétségtelenül kellett is a munka, a terméknek ugyanis nagyobbat kellett szólnia, mint a februárban bejelentett vetélytársa, a PlayStation 4-es, ami ugye mind a mai napig nem jelent még igazából meg. A Microsoft új gépe nem csak a nevében vezet 1-0-ra a PlayStation-nel szemben, hanem abban a tekintetben is, hogy míg a Sony eddig semmit nem mutatott meg a gépéből, amit majd a júniusi E3 szakmai kiállításon visznek először a nagy közönség elé, a Microsoft már a bemutató első 10 percében teljes mértékig leleplezte a hardvert. Ha egy mondatban kellene leírni, hogy az Xbox One pont úgy néz ki, mint az otthoni DVD lejátszók nagy része, egy fekete dobozról beszélünk rajta, egy lemez behelyezésére alkalmas slottal, a gép szerves kiegészítői is nagyobbak lettek, mind a mozgásvezérléshez szükséges Kinect doboz, mind pedig a kontroller is nagyobb. Hát nagyobb lett fizikailag. Az Xbox One egyik legfontosabb hangparancsa az Xbox On lesz. Ebből kitalálható, hogy a gép még kikapcsolt állapotban is fog majd hallgatni erre erre a hívószóra, hogy úgy mondjam. Erre nem csak a konzol kapcsolódik majd be egyébként, hanem egyúttal bekapcsolja a tévénket is. Tehát, hogyha olyan módon van hozzákötve megfelelő kábeleket, valószínűleg ugye HDMI a csatlakozó felület, akkor ezen keresztül a televíziót is be fogja tudni kapcsolni, ami természetesen egy személyre szabott Xboxos kezdőképernyővel fogad majd bennünket. Nem sorolnánk fel az összes hangparancsot, a lényeg, hogy a megfelelően képzett hangsor nem csak a bekapcsolásra, hanem a menürendszeren belüli navigálásra is tökéletesen alkalmas. Tehát ugye azt már megszokhattuk Kinect-tel kiegészülve, hogy már a 360-asnál is lehetett ugye mozgással irányítani a menüpontokat, most már hangra is reagál, tehát különböző parancsokat adhatunk a gépnek, és nincs szükség a kontrollerre, hanem gyakorlatilag az emberi szóból is megérti, hogy mit szeretnénk. Valószínűleg egyelőre csak angolul tud, de hamarosan érkezik belőle szerintem a magyar verzió is. És persze hasonlóan képes a parancs kiadásra a kezünk is, ahogy az előbb is mondtam, a Kinect előtt megfelelően hadonászunk vele, akkor ugye tudjuk elérni a különböző menüpontokat, és azon belül is a különböző lehetőségeket. Az új mozgásokról majd kicsit egy később fogunk beszámolni, mi is, meg itt a cikkírói is azt mondták, hogy majd ennek egy külön fejezetet szánnak. Minden esetre az új Xbox tulajdonosoknak lesz bőven mit tanulni majd a táncból, meg a különböző hadonászásból, hiszen rengeteg funkcióval bír az új Kinect is. Akárcsak a PlayStation 4, az Xbox One is 8 magos processzort kapott, ugye ezt megbeszéltük, hogy a PlayStation esetében is itt 2x4 magról beszélünk, ugyanez a helyzet itt is. 8 giga memóriával adják, itt hozzá lehet tenni egyébként, hogy a demózás során az Internet Explorer nagyjából nulla töltési után nyílt meg, ugye ez látható volt a videón, aki ugye élőben figyelemmel kísérte esetlegesen a dolgot, tehát tényleg gyors. Mondható az új Xbox. A tárhelyet egy 500 gigás merev lemez jelenti, ugye itt nem SSD-sztek játékoknál bőven megfelelő, ugye a gyorsaság szempontjából egy merev lemez is, tehát nem feltétlenül muszáj játékkonzolon belül SSD-t használni, ami mellett természetesen Blu-ray lejátszó, Wi-Fi és Wi-Fi Direct, HDMI és USB 3-as csatlakozó is került a készülékbe. A bejelentésben elhangzott az operációs rendszerből, rögtön 3 is van a gépen. Az egyik az Xbox OS, ami ugye magát az Xbox, hát olyan nevezzük olyannak, mint a BIOS, tehát gyakorlatilag az alapoperációs rendszer, ami az Xboxot vezérli. Ezen kívül a másik a Windows kernel, a harmadik pedig a kettőt összetartó szoftverről tudunk gyakorlatilag ez esetben beszélni. Ez felelős a gyors váltásokért, a megfelelő multitaskingért, mert hogy multitaskos is a rendszer. Ez azt jelenti egyébként, hogy mindenféle várakozás nélkül kapcsolgathatunk a TV csatornákra, az aktuális játékra, mintha ez csak egy csatorna lenne, tehát átkapcsoljuk gyakorlatilag a tévénket automatikusan az Xboxra. Megújult a Kinect egység is, nem véletlen lett nagyobb egyébként, sokat javított rajta a Microsoft. A 640x480 pixeles felbontást
1080p és HD minőségre javította fel, ráadásul úgy, hogy maradt a 30 fps-es sebesség hozzá. Tehát ugye a beépített kamerájáról beszélünk, ami ugye a mozgás érzékeléshez is elengedhetetlen, meg úgy egyébként is fel lehet ruházni most már más funkciókkal, hogyha egyszer egy full HD felbontású kamera került bele. Az érzékenységről annyit, hogy a Microsoft szerint a Kinect kamerája még a pulzusunkat is érzi, miközben edzünk előtte. Hát ez egy kicsit erős, de gyakorlatilag ugye a részletgazdag felbontás miatt, akár ha mondjuk ténylegesen látszik a kezünkön a pulzus, ami ugye hát kinél, hogy van akinél szabad szemmel is látható, minden esetre az eszköz képes tanulmányozni akár még a pulzusunkat is ilyen módon. Csinálták ezt meg, hát azért én ezt kicsit erősnek tartom, mondom, mindesetre jó marketing duma. Bár a kontroller nem ennyire doktor, de ezért is fejlődött, megjelenését tekintve 40 változtatást végeztek rajta, egyébként pedig a beépített akkumulátora, illetve a Wi-Fi Direct kapcsolási lehetőséggel is rendelkezik, természetesen javítottak a kontroller pontosságán is, amit persze finom hangolni kell még utána, tehát ezt ti magatok is tudjátok személyre szabni. Irányítani azonban nem csak a kontrollerrel lehet majd az operációs rendszert, hanem iOS, Android és Windows 8, illetve Windows Phone rendszerekről is elérhető Smart Glass nevű alkalmazással is lehet irányítani majd az Xboxot. Az appot különböző verzióban már 10 millió alkalommal töltötték le a felhasználók, az Xbox 360-hoz ugye ott is megvan ez a fajta vezérlési lehetőség. Az új géphez a Microsoft reményei szerint még többen fogják majd letölteni a Smart Glass alkalmazást, ugyanis szerves része lesz majd, illetve nagyobb hangsúlyt kap az Xbox One platformon belül. Nos, és akkor a mennyiség átcsap minőségbe, az Xboxhoz kapcsolódó online szolgáltatásokat kezdetben 500 szerver szolgálta ki, most mára ez már 15 000 szerverre bővült. A Microsoft ezt a számot azonban nem érdekes történeti mozzanatként árulta el, csupán kontextusba szerette volna hozni a bejelentést, ami szerint az Xbox One piacra dobása nagyon komoly gépparkkal egészül ki. Idén 300 000 szervert szeretnének hadrendbe állítani, amely kiszolgálja majd ugye itt az online felületeket, hiszen most már nagyon nagy hangsúlyt kapnak a hardware, illetve a konzol gépek mellett ugye az alkalmazásbolt is, amelyből az alkalmazások, ahogy a Windows 8 rendszere, ugye az Xboxra is telepíthetőek lesznek. Szintén ezek a szerverek fogják kiszolgálni a multiplayeres meneteket is, tehát hogyha többen szeretnénk játszani egy konzolon belül, ugye több résztvevős játékkal, akkor ezt egy szerver fogja nekünk irányítani, és optimalizálható, és az optimalizált lásnak köszönhetően akár úgy is fog működni, hogy még egy játékban várjuk, hogy összegyűjjön a megfelelő csapat, addig a másikban aktívan multiplayerezhetünk. Tehát több játék futtatására párhuzamosan is alkalmas lesz az eszköz. Ennek mondjuk túl sok értelmét én nem látom, maximum tényleg itt a várakozási periódus alatt. Tehát, hogyha mi felmegyünk egy játék szerverre, és játszani szeretnénk valakivel online, de nincs fönn éppen senki, akkor addig elindítunk egy másik játékot, azzal játszunk, aztán, hogyha oda is érkeznek az emberek, akkor kapcsolgathatunk a játékok között gyakorlatilag. Ilyen megoldást is kínál majd. Aztán, hogy milyen játékok jelennek majd meg az Xbox One-ra egy első körben? FIFA, NBL, vagy mi az NFL, NBA Live, illetve a UFC is az Electronic Arts ezen a négy játékon 2014-es kiadással készül majd az új Xbox One-ra. Az ígéret szerint mind a négy forradalmi lesz, többek között az új EA Sports Ignite motornak köszönhetően, ami az eddiginél 10-szer mélyebb és részletesebben kidolgozott animációkat tesz majd lehetővé. Ugye ez már az a funkció, ami nem a DirectX-re épül, ugye beszéltük, hogy a DirectX-et szépen lassan kivonják a forgalomból, ezért az EA, tehát az Electronic Arts nevű játékkiadó már saját engine-t fejleszt, de az például az Xboxon tökéletesen futtatható lesz, és akár 10-szer gazdag, részletgazdagabb megjelenést is lehetővé tesz. A forradalomhoz azonban idő kell, pontosan nem tudni, hogy mennyi idő is. Az EA színeiben színpadra lépő Andrew Wilson csak annyit árult el, hogy a játékok valamikor egy éven belül fognak majd megjelenni, tehát rögtön először még azért várjunk ezzel.
Nem hagyja magukra a játékosokat a Microsoft Studios sem, már az Xbox One piacra kerülésekor jön a Forza Motorsport 5-ös verziója, valamint a Max Payne, illetve az Alan Wake alkotói által készített Remedy, a Quantum Break, az első évben pedig 15 Xbox One exkluzív cím kiadását tervezi a Microsoft, tehát kimondottan olyan játékokat, amik már az új gépre fognak készülni. És a bemutató show végére tartogatott meglepetésként elhangzott, hogy a Call of Duty Ghosts csak Xboxon lesz elérhető, exkluzív DLC-ket kapott egyébként, tehát kimondottan ez is erre a gépre lesz szabva. Aztán még egy-két információ, nem játék, de lesz még Steven Spielberg közreműködésével a Halo TV sorozat, illetve egy Xboxhoz Skype is helyet kap majd, illetve már lehet, hogy helyet is kapott az új konzolban. És hát, hogy mennyire lehet hozzájutni és mikortól, arról is egy-két információ. A megjelenés részleteit illetően nem árult el semmit egyébként a Microsoft. Az Xbox One valamikor az idén fog megjelenni világszerte, vagy amikor idén iparági változások szerint, az ugye általában az őszt jelenti, tehát ősszel szokták a nagy bejelentéseket tenni a különböző gyártók. Tehát ezt a kifejezést használta ő is, illetve azt, hogy világszerte, tehát valószínűleg az a terv, hogy egyszerre dobják piacra mindenhol. Én ehhez kapcsolódva egy kicsit szkeptikus lennék, itt tudjuk, hogy Magyarországra mire ezek beérkeznek addig, a legoptimálisabb esetben is egy-két hónap biztos eltelik, de reménykedjünk benne, hogy ilyen módon szeretné a Microsoft ezt valóban, hogy az új konzol nem csak egy-egy földrész, hanem rögtön az egész világon elérhető legyen már az idén. A gép árával kapcsolatban még nagyságrendi információk sem hangzottak el, az viszont kiderült, hogy a mainál többen, tehát a június 10-én kezdődő E3 szakmai kiállításon mondanak majd el információkat ezzel kapcsolatban, ahol majd ugye a PlayStation 4-es is meg fog jelenni. Úgyhogy ezt majd meglátjuk. Gondolom én egyébként nem akarják lelőni itt a dolgokat, hanem valahogy igazodni akarnak az áragban, hogy ott is tudjanak versenyezni egymással. Tehát valószínűleg szerintem nem is határoztak meg még árat, hogy mennyiért lehet majd hozzájutni az Xbox One-hoz. Úgyhogy ennyit tudunk. Szép bejelentés volt, szép volt a közvetítés. Én belenéztem, nem volt időm végignézni, de belenéztem. Hát megadtam úgy át a Microsoft, hogy általában meg is szokta. Nem tudom, ti hogy vagytok vele, ti néztétek-e? Illetve ugye itt Magyarországon az Otherworld-ösök ezt magyarul is közvetítették. Ebben nem néztem bele, én az eredeti közvetítésben néztem bele. Nem tudom, hogy milyen volt a közvetítés. Én remélem, hogy azért itt is megadták a módját, úgyhogy ugyan nem játékokkal szoktunk foglalkozni, ezt én mindig hozzáteszem, de egy új eszközről beszélünk, tehát mindenképpen érdemes volt erről is beszélni, aztán majd meglátjuk, ha megjelenik, természetesen a GamerZone-ban mi is megpróbálunk szerezni egy ilyen konzolt, és a legújabb játékokat már ezen tesztelni, ezen bemutatni, úgyhogy érdemes lesz velünk tartani. Na, Ádibá, bocsánat, hogy megvárakoztattalak, minden esetre most veled folytatjuk a műsort, itt vagy e velünk, hello, szia! Szia! Halihó! Szia, Vendi! Mi újság? Na, bocsi, hogy itt rögtön letámadtalak. Semmi gond. A műsor elején, csak múltkor is már próbáltam telefonálni többször, csak volt, hogy nem volt elérhető a Skype. Aha, hát néha előfordul. Na, de elég sürgős az ügy, mert holnap jön át a barátnőm. Na, és? És az a nagy probléma, hogy múltkor, amikor átjött, az legutóbb, egyébként egy ilyen informatikus csaj, valamilyen Neumann egyetemre jár, vagy hová. Aha, és? Az a baj, hogy leült a gépemhez, és így mondta, hogy tök lassú meg minden. És akkor mondta, hogy legközelebb, amikor átjön, akkor majd átnézi, hogy begyorsuljon meg. Vagy nem tudom én, mit akar vele, mert nem nagyon értek a gépekhez. Ez az egy ciki, nem? Tehát, hogy a barátnőd jobban ért, mint te, ez olyan furi, nem? Hát, nem szoktam. Hát szedd össze magad, Ádám. Tessék bevágódni a csajnál, valami jó dolgot mondjál neki. Jó, hát azért nézem ezt az adást egyébként. Helyes, így. Jól teszed. Na. Hát tényleg. Na, de hogy arról van szó, hogy van egy csomó olyan adat a gépemen, amit nem tudom, nem szeretnék, hogy megtaláljon. Ez egy ilyen 200 gigabyte-ról van szó. Aha. És hogy az ugye átnézi a gépemet, az kicsit parázok, hogy megtalálja őket, és akkor nem tudom, hogy lehetne ezeket. Hát figyelj, 200 giga az elég nagy adat, tehát igazából kéne valahonnan szerezned egy külső vinyót, kimásolni azokat az adatokat, a gépről meg letörölni, és akkor csak egy külső vinyón ott megvan neked a fiókba, ahhoz akkor, ha nem dugod rá a gépre, akkor nem tud hozzáférni. Ez
nem rossz ötlet, csak az az óriási nagy baj, hogy holnap fog jönni. Uh-huh. És most hogy szerzek be egy... Hát figyelj, még nincs késő, még itt vannak a boltok venni. Hát máshonnan nem tudok neked 200 gigányi helyet mondani. Hát, ha más nem felhőbe elkezdheted föltöltögetni, de 200 giga az nagyon sok, tehát mindent nem fogsz tudni föltölteni, nem a biztos. Rejteni nem lehet őket így gépen belül, hogy... Hát figyelj, hogyha... Igazából rejteni nem nagyon lehet, tehát vannak ilyen megoldások, hogy le lehet kódolni, meg ilyenek, de hogyha esetleg újra húzzátok az oprendszert, akkor abból probléma lesz később. Lehet, hogy nem lehet visszafejteni. Valószínűleg. Hát ha azt mondod, hogy meg akarja csinálni... Van szó, hogy olyan adatokról van szó, hanem én rejteni szeretném őket, szóval nem megmaradni. Akkor amit javasolnék, az inkább az, hogy tömöríts be őket mondjuk egy zip fájlba. Tehát így tömörítsd össze, és azt a zip fájlt jelszavazd le. Az már egy, ez egy, már egy rejtett megoldás. Ha nem ja, is elrejtve van, de nem tud hozzáférni, mert ugye nem tudja a jelszót. Ja, lehet jelszót is írni. Lehet. A cipnél, amikor tömörítesz, akkor adhatsz neki jelszót. És akkor csak azt tudja kitömöríteni, aki tudja a jelszót. Az nem rossz, mert apám múltkor megtalált ezekből a dolgokat, és itt sok mindent meg lehet úszni, nem? Hát figyelj, ha el akarod rejteni az adataidat, mert ilyen titkolni akarsz dolgokat, akkor ezt így szokták, valóban. Király, nem tudtam el. Úgyhogy bár én mondom, én azt javasolnám, pláne hogyha egyébként is újra akarjátok esetleg húzni a gépet, vagy valami, hogy inkább egy külső vényóra írt ki ezeket az adatokat, mert ott legalább biztonságban van. Érted? Ja. Nehogy véletlenül letöröljétek, vagy ha újra formázzátok a vinyót, akkor elvesztenek ezek az adatok. Tehát egyébként is, ha újrahúzásról van szó, akkor ki kell menteni mindent. Tehát szerintem szerezz egy külső vinyót, egyébként sárt az, adatok hurcolására is akár, és akkor azon tárold az ilyen adataidat. Ez király. Jó, no? Csak nem tudom, hogy mit fog csinálni a géppel. De a lényeg az, hogy ne lássa meg is. Akkor jó, hát akkor ideiglenesen az is jó, ha betömöríted. És akkor... hogy csinálom ezt? Hát letöltesz egy WinZip-et, és akkor azon belül már igazodsz gyakorlatilag, mert azon belül ott szépen kijelöld azokat a fájlokat, amiket be akarsz tömöríteni, és akkor ott meg lehet adni, hogy jelszavas védelem, és akkor megadsz egy jelszót, és akkor a betömörítés után már csak úgy lehet kitömöríteni, hogyha a jelszó az, jelszót megadja az ember. És még egy utolsó kérdésem lehet? Igen? Most, hogy a Firefox-ot használok, és hogy ott hogy lehet ilyen előzményeket eltüntetni, mert... Hát van egy olyan opció benne, belemész az előzmények menüpontba, és akkor van ott egy olyan, hogy előzmények törlése. Nekem ilyen fura verzió van. Az mit jelent, hogy fura? Angol, nem nagyon tudok angolul, de egyébként meg... Hát azt át tudod állítani egyébként magyarra, de hát akkor most mi az előzmények angolul, így értem, nem is tudom igazából. Previous... valami. Nem tudom így fejből én is, hogy hívja az angol verzióba, de minden esetre meg fogod találni, minden böngészőben van ilyen, hogy előzmény, és akkor ott szépen azt megkeresed, és ott kitörlöd, amit és nem törlés. Akarsz. És ott, viszont arra vigyázz, hogy utána esetleg a jelszavak ilyesmik el voltak mentve, és azt nem tudod esetleg fejből, akkor az baj, tehát akkor azt az opciót ott kapcsolt ki, hogy a jelszavakat, azokat ne törölje ki. Mert különben... most látom, de... Na, nem töröl, mármint hogyha elkezdem beírni a Google keresőbe ugyanazt a szót, akkor megint kidobja. Igen, de ha letörlöd, akkor már nem fogja kidobni. De most nyomtam a clear-t. Clear. És van ott ilyen idővallum is, hogy milyen időszakos Mindent töröltem most. Mindent töröltél? Hát, az a jó, nem? Hát az a jó, de hogyha ezt ilyen gyorsan kitörölte, akkor nem sok minden lehetett benne alapból, mert azt azért eltart egy ideig, amíg ezt kitörli. De figyelj, próbáld meg, hogy újraindítod a böngészőt, akkor mert lehet, hogy újra kell hozzáindítani, de ott lehet kitörölni. Jó, akkor. Jó? Köszi. Nincs mit, Ádám, köszi, hogy hívtál. Hello, hello, aztán sok sikert holnap. Hello, szia. Na kérem szépen, hát igen, tessék berendezkedni arra, hogyha az ember más emberkéket is odaenged a gépéhez, akár barátnőt, apucit, anyucit, ilyesmi, és hogyha vannak titkaink, amiket ők nem szeretnék, hogy megtudjanak, akkor bizony tessék a megfelelő óvintézkedéseket megtenni. Én erre mindig azt szoktam egyébként mondani, hogy egyébként is célszerű mentegetni az adatainkat, célszerű egy külső vinyót, ha mondjuk nagy, sok adatunk van, akkor külső vinyót, de ha mondjuk viszonylag kevés adatról beszélünk, akkor akár lehet, hogy pendrive is megteszi, vagy DVD, vagy ilyesmi, de mindenképp mentsünk, mert ha bármi gond van, nem csak azért, hogy ne lássa meg más, hanem bármi gond van a gépünkkel, tönkre megy a vinyó, bármi történik, akkor az adatainkat is bukjuk, tehát éppen ezért célszerű, ezek az adatok több helyen is megvannak, hogy ne legyen ebből későbbiekben probléma.
Rendben, partner kérésünk van Marceltől, Marcelt is visszajelöltük, úgyhogy Marcel, most már te is tudsz hozzánk csörögni, ha kérdésed van. Na, rátekintek a Facebook oldalunkra, facebook.com/fixhd, tessék nyugodtan itt is kommunikálni velünk, ha van kedvetek, kérdezni, hozzászólni. Mi a helyzet? Azt mondja, hogy 200 gigát elrejteni külső HDD a legegyszerűbb megoldás, csajt pedig engedni a számítógéphez, pont, ezt írja Zoli. Hát figyelj, ha jobban ért hozzá, mint az Ádám, vannak olyan csajok egyébként. Én is találkoztam már egy-két olyan csajszival, aki Kenny vágja a számítógépeket, sőt nem csak a számítógépeket, hanem a telefonokat, a táblagépeket, és úgy használja, mint ahogy az a könyvben meg van írva, ahogy ezt szokták mondani, úgyhogy vigyázzunk mindenképpen az adatainkra. Aztán, bár egyébként nem tudom elképzelni, milyen olyan adat lehet, hogy el kell rejteni itt a barátnő elől, de hát ki tudja, ez már nem a mi dolgunk, ugyebár. Gábor, egyébként, ha csutka üres lesz a gépe, akkor pont, hogy kérdéseket fog föltenni a csajszi. Figyeled, Ádám, hogy foglalkoznak itt a kedves nézők a te problémáddal? Hát egyébként teszem hozzá, igaza van Gábornak, tehát akkor meg az lesz a gyanús, hogy na, milyen pasi vagy te, hogy nincs egy, nem tudom, egy vesztelen kép, vagy valami a gépeden, hát hogy akkor biztos, hogy azért minden normális, hát minden pasinak azért vannak olyan dolgok a gépén, amit azért nem biztos, hogy szeretne másoknak megmutogatni feltétlenül. Vagy csak én gondolom így? Nem, nekem egyébként nincsenek is ilyenek. Aztán az Everest vagy ilyesmi tudja törölni a sütiket, meg mindenféle előzményeket, esetleg törölje az egész Firefoxot minden importás nélkül, rakjon fel egy Chrome-ot. Attól még nem törlődnek az előzmények. Ezt ne felejtsük el, hogy a böngészőt letöröljük, először is akkor mivel böngészünk. Most felteszünk egy másikat, persze ilyeneket lehet, először is abban is át lehet importálni ugye az előzményeket, tehát az sem 100%-os megoldás, és mivel a böngészőt esetleg letöröljük, attól még pont, hogy az előzmények, meg az átmeneti internet nem fognak törlődni, pont azért, mert hát, hogy ugye ha esetleg lefrissítjük, vagy felteszünk egy másikat, akkor ott is elérhetőek legyenek, tehát ez nem 100%-os megoldás. A 100%-os megoldás az tényleg az, ha töröljük az előzményeket, bár ugye arra vannak kitalálva az előzmények. Igen, hát ilyenkor jönnek a speciális igények, hogy na akkor, hogyha egy emberke használ egy gépet, akkor azon belül nem véletlenül vannak a felhasználói fiókok, de hát hogyha mi fiókunkba kell, hogy valaki kutakodjon, akkor bizony meg fogja találni a fájainkat, tehát ezzel sok mindent nem lehet csinálni. Jó, Viktor van itt velünk, vagy hát lehet ugye ezt, amit az előbb is mondtam, valahogy lejelszavazni. Mert az, hogy elrejtjük, az kevés. Rejtett fájlokat is ki lehet listázni, tehát nem elég elrejteni. Be lehet enkriptálni, csak ott tényleg vigyázzunk, mert ha bármi újrainstalálás ilyesmi van, akkor nem biztos, hogy az enkriptált fájlok az utána hozzá tud férni az új operációs rendszer, tehát én ezt nem nagyon javaslom, ha már inkább mentsük ki valahova. Na, de téma lezár, menjünk át Viktor kérdésére. Szebasz Vendi, olyan kérdésem lenne, hogy te milyen táblagépet ajánlanál, ha olyan igényeim lennének, hogy 10-szoros kijelző, főleg full HD, de valami jobb fajta, androidos, és azért viszonylag erős szerkezet legyen. Előre is köszi, jó a műsor, üdv! Hát Viktor, ugye én nem mondhatok márkát, bár egyébként lenne tippem, hogy miket mondanék. De hát, ahogy itt mondod, hát akkor 10 szóba gondolkodjunk, full HD kijelző az nem feltétlenül hiszem, hogy túlságosan fontos lenne egy táblagépen, de akár. Általában nem szokott egyébként full HD kijelzője lenni. Az, hogy képes a full HD videókat lejátszani, ez egy dolog. Ha most almás eszközbe gondolkodunk, akkor ugye a retina még akár lehetővé is tesz, hogy nagyobb legyen a felbontás, de hát ugye az meg hát kicsit zsírosabb pénzekbe kerül. Mindenképpen valami dupla magos processzor minimum, de már vannak 4 magos procik is, tehát abba is gondolkodhatunk, és az már akkor egy erős szerkezet, és hát a legtöbben Android van, tehát most vagy Android van rajta, vagy iOS, ugye, hogyha az almás eszközöket nézzük, ott iOS. Léteznek persze Windows Phone-os megoldások, vagy Windows Phone-os, tehát Windows RT-s megoldások is, bár azok is ugye a Surface-ekre igazak, tehát a legtöbb táblagép mondjuk itt, tehát a 95%-án a táblagépeknek, vagy mondjuk 90%-án egyébként is Android van. Úgyhogy így márka nélkül én azt gondolom, hogy ahhoz, hogy full HD videókat néz 10 szolos kijelzővel, akkor olyan közepes kategóriában inkább árat tudok neked mondani.
kevésbé no-name, de még azért no-name kategóriában már ilyen 50 magasságában kapsz ilyen táblagépet, de hát hogyha viszonylag megbízható és jó és gyors, és tényleg mondjuk 4 magasat akarsz, akkor inkább a 80-100 ezer forintos kategória, amiben gondolkodni kell a táblagép esetében is. Nem olyan meglepő ez, hogy ennyibe kerül, viszonylag drága, ugye? De hát ez már egy számítógép, meg hát erős hardvert akarsz. Lehet kapni 20 ezerért is táblagépet, de az olyan is, tehát attól ne várjunk sokat. Jó, de ha írsz nekem e-mailt a restart@fixhd.tv és e-mail címre, akkor konkrét típusokat is tudok neked esetlegesen mondani, bár szerintem nem nagy etvasz, felmész egy-egy olyan oldalra, ahol lehet táblagépeket kapni, és akkor nagyjából belövöd ott magadnak, hogy milyen kategóriát szeretnél, és akkor ott látod rögtön az árat is, sőt, akár online meg is tudod vásárolni. Na kérem szépen! Aztán Zsolti is itt azt ajánlotta az előbb Ádámnak, hogy csinálni egy rejtett mappát és abba rejtegetni, csak mondom, az a baj, hogy rejtett fájlokat ugye egy flag bekapcsolásával, akár a Total Commanderbe, de a Windowson belül is meg lehet oldani, hogy a rejtett könyvtárak is látszódjanak, csak legfeljebb kicsit szürkébb lesz, hogy azzal jelzi, hogy rejtett, meg felkiáltója lett ezt mellé, azt hiszem meg ilyenek, de attól még látszik, ugyanúgy bele lehet menni, tehát ez nem 100%-os védelem. Aztán Gábor, tehát az Xbox már nem csak megfigyeli a szobát, mint a Kinect, hanem már le is hallgatja. Amerikában elkiabálja valaki magát, hogy 9-11 polisz, és már jönnek is a birodalmi rohamosztagosok. Bizonyos hangok érzékelése esetén igen, továbbíthat helyi Microsoft kirendeltségnek is. Nagy testvérfóbia. Hát ez tényleg fóbia, ha már ilyeneket gondolunk. Persze technikailag mindent meg lehet csinálni, ha ott a kamera és az mondjuk online, akkor persze lehet akár videó közvetítést is csinálni a nappaliból, az Xbox segítségével akár. Tehát a lehetőség ott van, most ne legyünk fóbiások tényleg. Tehát, hogy azért még nem fog ott ülni valaki és a Microsoft felé közvetíteni a mi szobánkat, mert miért tenni? Tehát ez megint olyan, hogy hát erre mindig azt mondom, ha valaki ennyire fóbiás, akkor ne vegyen ilyen eszközöket. Kész. Ez a megoldás rá. Mert hogy most... Tehát ahogy fejlődik a technika, egyre több mindenre lehet akár lehetőséget biztosítani. Ha ennyire félünk, akkor vagy tegyünk meg a megfelelő óvintézkedéseket. Ez is csak egy számítógép. Ez is bizonyos portokat használ arra, hogy akár az internet felé eljuttasson adatokat. Ha ezeket egy tűzfalba letiltjuk, akkor már nem juttat el adatokat. És így tovább. Tehát ha megfelelő óvintézkedések megvannak, akkor nem kell annyira parázni. Ha meg valaki ennek ellenére is parázik, mert ugye létezik kiberbűnözés, meg lehet hackerkedni, meg bármi, és hát ez tény és való, hogy körülöttünk ezek a dolgok működnek, még ha nem is feltétlenül hiszem, hogy rám szürke egérre lennének kíváncsiak otthon, vagy bárki másra, ettől függetlenül akár ez is előfordult, hogy valaki ott fogja majd figyelni a Microsoft központba a mi nappalinkat. Ugye? Most elrendeltettem nagyon sok embert, mert ezt eddig nem tudták volna megtenni a laptopunkkal, vagy az okostelefonunkkal, ugye, ahol megmutatja, hol vagyunk, beméri, stb. Ne parázzunk már ettől ennyire, én azt gondolom. Ha meg igen, akkor ne használjuk. Mondom, ez a megoldás is ott van. Jó. Zsolt van itt velünk, azt mondja, szia Wendy, már akartam kérdezni, hogy milyen módon lehet feltelepíteni külső Winchesterre a Windows 7-et, egyáltalán lehet-e? Nekem egy netes fórumon közölt infók kissé komplikáltak, hát ha tudnál mondani valami közérthető módszert, köszönöm szépen, jó a műsor, mint mindig. Ugye itt ennek az a lényege, lehet ilyet csinálni, csak nincs sok értelme. Elmondtam már a múltkor is, hogy ennek miért nincs sok értelme. Azért nincs sok értelme, mert ugye általában az operációs rendszer az adott számítógépet működteti. Ha valaki ezt külső merevlemezre szeretné föltenni, annak nem technikai okai vannak, technikailag ez minden további nélkül, a Windows 7-nél meg pláne működik, mert az már képes új a külső USB eszközre is akár operációs rendszert telepíteni, csak nincs értelme, mert ha az a célod, hogy elvigyed azt és egy másik gépen rádugd a vinyódat és arról futtasd az operációs rendszert, ez nem minden esetben fog működni, már csak azért is, mert ugye itt a különböző driverek azok adott módon arra a gépre, amikor fölinstalad, arra a géphez állítják be magukat. Amikor átviszed egy másik számítógépre, ami teljesen más konfiguráció, akkor ott két eset lehetséges, az egyik az, hogy nem is fog működni, mert hirtelen nem tudja az adott drivereket lefrissíteni, tehát más az alaplap, más a proci, mások a memo, más minden benne lévő eszköz, lehet, hogy el sem fog indulni ez a Windows 7, ha meg
meg igen, akkor minden drivert át fog variálni, és ha majd visszaviszed az eredeti géphez, vagy esetleg megint átviszed egy másik számítógéphez, akkor állandóan ezt eljátsszuk, hogy minden egyes alkalommal drivereket installálni, ez nem minden esetben működik. Úgyhogy ennek én nem tartottam sok értelmét. Tehát én inkább annak tartom értelmét, hogy van adott számítógép, abban van valamekkora háttértár, akár most már SSD-be is lehet gondolkodni valami, mit tudom én, 64 gigás, de még lehet egy 32-es is bőven elég. Az ugye meggyorsítjuk az adott gép működését, és arra felhúzni az oprendszert, és az adatainkat tároljuk már külső Winchesteren, mert azok, amiket általában át akarunk hordozni egyik gépről a másikra, nem az operációs rendszer. Tehát azzal mit érünk, ha az oprendszert hordozgatjuk? Szerintem semmit. Tehát én ennek nem sok értelmét tartom. De egyébként technikailag, ha ez a kérdésed, nincs akadály annak, amikor installálod a rendszert, akkor ott amikor rá van dugva a külső vinyó, akkor meg kell mondani az installáláskor, azt a vinyót kell kiválasztani, hogy arra pakolja az oprendszert, és minden további nélkül egy Windows 7 esetében ez fog működni. XP-nél azért már több probléma lenne, de 7-esnél ez gyönyörűen megy, meg már 8-asnál is. Szépen. Aztán megyünk tovább. Kővári István írja nekünk, hogy bent járt az egyik szolgáltatónál, és kérte a csatornánkat, de hát egyelőre azt mondták, hogy nem. Most figyelj, István, itt a kérés a lényeg. Az, hogy egy ügyfélszolgálati, nem akarok senkit megbántani, utolsó lótifuti emberkem itt mond, az egy különböző dolog. Tényleg nem akarok senkit megbántani, aki esetleg ilyen részlegen dolgozik, de szerintem lehet, hogy fogalma nem volt róla, hogy mit kérsz. De itt nem ez a lényeg. Azt kell kérni, hogy ezt ő vegye jegyzőkönyvbe, vagy írja bele a rendszerbe, ugyanis ezt majd az okosok, akik átnézik, hogy milyen igények érkeznek, majd ott látják. Tehát nem egy ügyfélszolgálat is kis leányka fogja eldönteni mondjuk, hogy milyen csatornák kerülnek be egy kínálatba. Oké? Tehát az, hogy ő mit mond, az nem feltétlenül mérvadó, itt az a lényeg, hogy te mit mondasz, tehát, hogy te kérjed a csatornát, és akkor külön hív fel a figyelmét, hogy ez legyen leregisztrálva, és akkor ezzel lehet presszionálni a szolgáltatót. Jó? De egyébként köszönjük szépen természetesen, hogyha ezt megteszitek, mert hát a ti érdeketek is, hogyha szeretnétek, hogy otthon a tévétekbe jöjjön a csatornánk, meg mi is örülünk neki, hogyha minél több helyre felkerülünk. Aztán Zsolti! Zsolti belinkelt ide egy kék halált, és azt kérdezett, hogy mitől van. Hát Zsolti, hát ugye sok mindentől lehet ez is. Tehát valamilyen hardveres hiba, vagy driveres hiba okozza a kék halált. Hardveres hibaként memória, vinyó probléma, valami alaplapi probléma, tehát igazából nem is lehet 100%-ig megmondani, hogy minek a problémája, és általában, tehát ezekből valóban nem lehet kideríteni, hogy ő most kiírta, hogy ugye IRQ not less, or equal, stb. Ez gyakorlatilag nem azt jelent. Tehát itt megpróbálja megmagyarázni, de ezek általános hibák, tehát ebből nem derül ki, hogy mi az. Illetve van itt egy tcp.ip.sys nevű fájl, ami ugye egy bizonyos memória területre próbált írni egy bizonyos adatot, és ekkor történt ez a hiba. Na most ez több mindenre utalhat. Vagy driver hiba van, ugye a TCP-ben IP a hálózatért felelős, tehát elképzelhet, hogy a hálózati kártyádnak a driverével nem tetszik neki valami, vagy hardware hiba van a memóriában, vagy a hálózati kártyában. Ugye a memória területre való íráskor is létrejöhetett ez a hiba, lehet, hogy nem a hálókártya van a gond, hanem a memóriával, és amikor erre a memória területre írt, akkor nem stimmelt valami, vagy onnan olvasod, de ha jól látom, akkor inkább az írás, és ezért szállt el, de az is lehet, hogy a hálózati kártyáddal van gond, és ezen a memória területre való íráskor a számítógépnek ugye adott egy parancsot, vagy a számítógép adott egy parancsot a hálókártyának, de ő nem reagált rá, és nincs lekezelve driveresen jól, ezért elszállt, és ezt jelzi hibának. Tehát ezt nem lehet igazából kideríteni. Így, ebben a formában. Úgy lehet kideríteni, hogy egyenként szépen végig kell venni az eshetőségeket. Memória tesztelő programot átfutatni a memórián, hálózati kártyát kiszedni a gépből, esetleg kicserélni, de ha kiszeded és akkor teszteled, vagy akkor használod a gépet, és nem száll el, akkor logikus módon vagy driveres, vagy hálózati kártya hiba van. Így hirtelennyében ezeket tudom mondani, de lehet itt teljesen más is. Tehát lehet egyszerűen egy Windows probléma is. Az a kérdés, hogy ezt rendszeresen csinálja, ott is tudni kéne, hogy mikor jön elő ez a hiba, a legváratlanabb pillanatokban, vagy úgy egy adott dolgot mikor csinálsz, akkor jön elő. Tehát ezek nagyon kevés információ nekem, hogy ide tettél egy kék halált. Láttam már kék halált, sajnos túl sokat is, úgyhogy ebből sajnos nem tudom neked megmondani, hogy mi lett a gond. Lajos
az adás elejéről lemaradt, és az Xbox One-ról volt szó. Légy szívendi, beszélj róla még pár szó. Lajos, majd visszanézed a videótárból, jó? Mert most hagyd ne ismételjem önmagunkat, mert aki meglátta, az most hallgassa meg még egyszer. Hát először is lehet róla olvasni, ott vannak a cikkek fönt, meg majd visszanézed, jó? Tehát ennyire nem interaktív a műsor, ne haragudjatok. Mindenkinek egyenként nem fog tudni az igényeit nem megfelelni, és nem is akarok. Aztán Krisztián írja, a Sea Cleaner tökéletes az előzmények törlésére. Igen, abban is van ilyen funkció, de ugye ez alapvetően nem arra van a Sea Cleaner nevű szoftver, meg ugye erről is már kifejtettem párszor a véleményemet, hogy mi a véleményem egyáltalán az ilyen pucoló szoftverekről. Amíg nem pucolok olyan dolgot, ami esetleg szükséges a későbbiekben, addig nincs vele gond, de ha meg igen, akkor megint csak több kárt okoztunk vele, mint amennyit hasznunk lenne belőle, úgyhogy én nem feltétlenül ajánlom. Egy böngészőben ott van az előzmények törlése lehetőség, miért kéne ez egy harmadik program, ami ezt megoldja? Tehát az ott biztos nem tesz jót. Oké. Jó. Megyünk tovább, ha jól látom, akkor Roland írt nekem itt valamit? Igen, ő írta ezt a Sea Cleaner-ös megoldást. History egyébként, igen, köszönöm szépen Gibzónak a előzmény historiát, milyen logikus, én meg már itt previews valami. Hozzászoktam már magyarhoz, el vagyok kényelmesedve én is, hogy magyarul használok már minden szoftver, de egyébként valóban history, hát logikus, esemény, történések. Köszi. Aztán, na Roland, atya úristen, kicsit hosszadalmas, amit írtál, de nézzük. Szia, Mendi, következőben szeretném a segítségedet kérni. Van nekem itthon egy saját célra kialakított szerverem. Következő a probléma, állandóan be van kapcsolva a számítógép, tehát éjjel-nappal fut. Jó sok villanyszámlád lehet. Ami nem gond, de random szerűen lefagy valamiért az egész szerver. Windows XP operációs rendszer fut rajta a háttérben, nincs igazán leterhelve, csak egy web kiszolgáló fut rajta, illetve FTP szolgáltatás. Erről vigyázzunk, azt nem nagyon szeretik a szolgáltatók egyébként, hogyha te szolgáltatói végponton te webszervert üzemeltesz, de ez legyen a te problémád. Vajon miért lehet ez, vagy esetleg létezik olyan program, ami leírja, hogy mi történik, amikor a számítógép lefagy? Előzőleg Ubuntu futott rajta, persze nem desktop változat, teljesen normálisan fagyás nélkül. A konfiguráció egy 2.4-es Intel, 768 fizikai memória. Válaszolat előre, és köszönöm, jó a műsor, minden nap nézem, ha esetleg lemaradok róla, akkor visszanézem. Nagyon szépen köszönöm, Roland. És hát megint csak azt tudom mondani, amit itt Zsolti esetében is, tehát először is a fagyást vissza tudod nézni, mert a logfájlokban benne kell, hogy legyen, tehát az esemény naplót, ha végignézed, akkor ott az utolsó, a fagyás előtti utolsó esemény, tehát valami előidézte azt a fagyást. Az utolsó esemény azért beljebb visz, tehát erre vannak a naplófájlok. Úgyhogy ezt keresd meg, légy szíves, és hát ha beljebb leszel. De egyébként simán lehet valamilyen erőforrás gazdálkodási, tehát energiagazdálkodási probléma, lekapcsol valami, tehát azokat mondjuk egy szerver esetében célszerű kikapcsolni, az ilyen vinyó leállítás, meg gép alvó módba való küldés, mert azokból nem mindig jön vissza rendesen. Tehát ezeket célszerű egy szervernél lekapcsolni, ezeket a funkciókat, hiszen az úgy is az a dolga, hogy állandóan menjen, nem kell annak pihenni. Tehát Linuxban ez persze ez jobban le van egy kicsit kezelve, meg ugye igazából ezeket szokták leginkább szerver funkciók ellátására használni, tehát a Linuxot, ott persze jóval kevesebb a probléma. De egyébként meg én arra gyanakszom, hogy ilyen valamilyen energiagazdálkodási dolog lehet. Vagy ahogy itt a Zsolti esetében is, hogy a kék halál, lehet, hogy ez a fagyás, ez egy kék halál volt igazából, és valamilyen szintén memória probléma, vagy valamilyen driver probléma okozhatta esetlegesen ezt, mert az, hogy korábban jó volt a géped Linux-szal, az nem jelenti azt, hogy Windows-zal se lenne jó, időközben tönkre mehetett a memória, vagy valamelyik eszköz a gépedbe, tehát attól még ez nincs kizárva. Oksa? Na, menjünk tovább akkor, mert hogy vannak még nekünk híreink is. Méghozzá egy elmélkedés van itt már megint. Ugye ezt már ezzel kapcsolatban már mutatunk egy videót, az azt hiszem a tegnapi nap folyamán, vagy talán hétfőn mutattam nektek egy videót, méghozzá Nokia-nak az új telefonjával kapcsolatban. Na most van hozzá itt egy okosság is, ugyanis a következő van, azt állítja magáról, persze ez csak
ezt ugye, amíg én nem szebbesülök, addig ezeket én nem nagyon hiszem el, minden esetre akár még lehet is így. Jobb, mint az iPhone 5, de még a Galaxy S4-nél is jobbnak tartják az új Lumia 928-ast, legalábbis gyenge fényviszonyok között készült képek esetén, tehát itt a fényképezője van igazából kiemelve ennek a fényképezőnek, mondjuk úgy, hogy okos telefonnak, aminek most a fényképezőjére ennyire gizdulni, de hát figyelj, én azt hiszem 2013-ban valaki egy CMOS fényképezőt alapján akar egy új okos telefont eladni, hát ez nem egy jó húzás alapból, szerintem. Tény, hogyha valaminek a pozitív tulajdonságait ecsetelnénk, érdemes a valóban jókat összeszedni. Úgy tűnik, immár bevált módszer lett a Nokia-nál, legalábbis erre utal, hogy egyre gyakrabban veti össze okos telefonjait a konkurenciával. Ez is egy kicsit olyan megmosolyognivaló szerintem. Persze én sok sikert kívánok neki, de majd ha lesz akkor a piaci részesedése, mint mondjuk az Apple-nek, vagy akár a Google bármelyik telefonjának is, Google operációs rendszerével gyártott bármelyik telefonnak is, akkor lenne értelme itt konkurencia harcokról beszélni, addig szerintem ez csak egy ilyen kis próbálkozás. De nem akarok rossz indulatú lenni. Alig, hogy megjelent a 8,7 megapixeles PureView kamerával szerelt Lumia 928-as, már is van egy videó a gyártó weboldalán, amit most nem fogunk nektek megmutatni, amely a Galaxy S3-mal és az iPhone 5-tel, pontosabban ezek fotózási képességeivel veti össze az ő újdonságát. Mindez valószínűleg nem volt elég, ugyanis a Windows Phone YouTube csatornája jelent meg egy hirdetés, amely ismételten a 928-as gyenge fényviszonyok között produkált, amúgy valóban remek teljesítményre fókuszál. És hogy az összehasonlítás ne maradjon el, most a Galaxy S4-et, és újfent csak az iPhone 5-ös verzióját hasonlítják össze, és hát a videó szerint lepipálja ezeket a telefonokat is a fényképezője az új Lumiának. Hát azért kíváncsiak lennénk, már csak azért is, mert például azért van egy-két gyártó, a HTC és az LG Optimus is ugye az új verzió, és a HTC One-nak is azért van olyan képstabilizátora, és ők is azért rágyúrtak egy picit a fényképezőre is. Még ha nem is 8,7, hanem az egyik esetében 13 megapixelről beszélünk már, a másik esetében meg 8,5-ről vagy 8-ról, azért össze lehetne azokat is hasonlítani, de ezekről itt nem szól a fáma egyébként. Meg hát ez megint relatív, tehát most tényleg, ugye erről én már nagyon sokszor kifejtettem a véleményemet, hogy a mobilok, okostelefonok, azok élményfotózásra, élményvideózásra vannak kitalálva. Nem arra vannak kitalálva, az nem is érdemes, tehát nevetséges alapból az összehasonlítás. Persze egymás között össze lehet szó-szó, lehet, hogy vannak is eltérések. Én azt gondolom, hogy aki professzionális fotózásra akar használni egy eszközt, akkor neki egy tükörreflexes fényképezőgépet kell beszereznie, nehogy már mobilon próbáljunk meg itt tök jó képeket csinálni. Persze lehet, élményfotózásnak hívják, jó fényviszonyok között bármilyen egyszerűbb okos telefonnal is viszonylag szép minőségű képet lehet csinálni, amit aztán a webre lehet posztolni, stb. De azért, ha valakit esetleg professzionális módon szeretnének fotózni, és mondjuk ezt egy mobillal szeretnék megtenni, akkor remélem pofára högi az illetőt. Jó, telefonálunk van, nagyon gyorsan, megint csak a műsor végén, ugye? Hogy ne legyen időnk már semmire. Na, hello, szia! Szia, Vendi, Marika vagyok. Marika, szervusz! Legközelebb azért előbb hívjál, mert nem lesz időnk válaszolni. Hát ez egy gyors kérdés lesz. Talán tudsz rá válaszolni, mert most már tényleg hülyét kapok. Igen? Az Explorer nekem folyton lefagy, egyszerűen be sem indul. Mindig valami problémára hivatkozik, hogy nem tud beindulni, pedig már fenn van nekem a 10-es is. Aha. Hát, Marika, ez egy sok összetevős gond lehet, de és más böngészők jól mennek? Csak az Explorer nem? A Firefox működik, a Chrome működik. Hát valamelyik összetevőjével lesz akkor gond az Explorernek, vagy egy bővítmény, vagy egy toolbar, vagy valami, nem tudom, ilyenek is valószínűleg akkor fönn lesznek a gépeden, és hogyha valamelyik ezek közül nem akar normálisan elindulni, akkor sajnos az egész böngésző rakoncátlankodik, hogy úgy mondjam. Tehát valami ilyesmi lesz a probléma. De hát ha föltetted a 10-est, az rendesen fölment, nem volt vele gond az installálás során? Akkor nem, akkor közvetlen kinyílott nekem, mikor felraktam. Uh-huh.
De aztán megint bevágta a sztrájkot, van azt mondom. Értem. Hát, mondom, valami ilyesmi lesz, vagy egy túlbár, vagy valami ott megakadályozza ennek a normális futását. Nem tudok mit mondani erre így látatlanba sajnos, de ugye azt tudjuk, hogy az Internet Explorer 10-es is, meg hát maga az Internet Explorer, akár az új verzió, akár a régebbieket használjuk, az ugye a Windows része, tehát hogyha ezzel gond van, akkor ott más gondok is lesznek már a Windows-zal sajnos, tehát... Most nem akarom megint ezt mondani, mert elég közhelyes, hogy lehet, hogy újra kéne húzni ezt a gépet, mert hát ha ilyen gondok vannak, akkor sajnos ott egyéb gondok is lesznek a jövőben. Addig meg addig... Én persze a választót féltem. Hát, pedig az a baj, hogy így látatlanban egyébként se tudok mást mondani. Tehát ahhoz látnom kéne a gépedet, hogy én konkrétabb dolgokat tudjak mondani, mert az, hogy lefagy, vagy nem indul el. Ez a lefagyás is olyan, hogy az egész gép megfagy ilyenkor, vagy csak az Internet Explorer nem indul el. Hát félig beindul a, mondjuk kinyitom a Internet Explorer-t, és mikor állna felfelé, akkor bedob egy hibőzetet, egy váratlan hiba miatt. Jó. Hát az biztos, hogy valamilyen összetevőjének a problémája. Nagyon gyanakszom valami túlbárra egyébként. Ami esetleg lehet, hogy a régi Internet Explorer még működött, de upgrade-elted a 10-esre, azzal már nem hajlandó menni, viszont a 10-esnek a futását is megakadályozza. Tehát ott kavalkád van már az igazság. Tehát szerintem húzd újra, ugye az Internet Explorer az Windows része valamilyen szinten, tehát azzal kezd utána, miután újra húztad a Windows-t, és ha ezt szeretnéd használni, hogy tedd föl rögtön az Internet Explorer 10-est, vigyázz a túlbárok telepítésével, vagy azokat inkább ne tedd föl, hát vagy használj más böngészőt, hát ha azt mondod, hogy a Firefox megy, akkor inkább használd azt. Jó? Csak az a differenc, hogy akkor, mikor az Explorer-t használtam, ott néhány oldalt én megjelöltem, és most azok oda lettek. Mert egyes programok hozzá van csatlakozva, ez a problémám. Hát, erre nem tudok mit mondani. Sajnos. Újra meg kell azokat az oldalakat könyvjelzőzni egy másik böngészőben is. Ugye én ezért szeretem ezt mondani, bár nem tudom, hogy az Internet Explorernél is biztos van ilyen, ha jól tudom, hogy már a SkyDrive-ba tudja szinkronizálni ugye a könyvjelzőinket. Azt nézd meg esetleg, hogy a SkyDrive-ba, ha felmész, ugye a skydrive.microsoft.com talán oldalon elérhető, vagy skydrive.com-on is simán, hogyha ott bejelentkezel, akkor elvileg ott kell lenni a könyvjelzőidnek is, de ugye a többi böngészőben ez automatikusan megoldódik, tehát a Chrome-ba is, meg a Firefox-ba is alapból föl lehet szinkronizálni a netre a könyvjelzőket, ez ugye azért is jó, mert más gépen leülsz, bejelentkezel és eléred ugyanazokat az oldalakat, amiket megjelöltél korábban, nem is kell feltétlenül otthon lenned, vagy ha újra húzod a gépet, akkor ugye logikus módon ezek ugyanígy visszaszinkronizálhatóak a gépre. Tehát ezért mondom, hogy érdemes használni a felhőszolgáltatásokat, hogy ilyen problémával ne fuss bele, hogy valami nem megy, és utána nem érted el az oldalakat sem, mert fejből nem tudod, hogy mik azok. Úgyhogy... Mert azt tudom, hogy nekem régebben rengeteg túlbárom volt, én már annyit kitöröltem, összesen megmaradt. Igen, csak van, amelyiket ki se lehet törölni, az a baj. Tehát letörlöd, és akkor gyakorlatilag a maga böngésző is akár rámehet. Tehát ezért nem szabad alapból ilyeneket telepíteni. Épp ez, akkor, mikor utólag újrahúztam, én rengeteget ki is szanáltam. Tehát jóformán nincs nekem ottan semmi túlbár. Azon kívül, amit az Adabel magától felrakott egyet. Hát, mondom, ezt így láthatatlanban nem tudom megmondani neked, hogy mi lehet, de én arra gyanakszom, hogy itt valamelyik túlbár csinálja ezt, tehát szerintem jobb, ha újrahúzod az egész gépet, és egy friss, új Windows-zal próbálkozol. Uh-huh. Jó? Jó. Akkor köszi, Marika, hogy hívtál. Szia. Nos, és hát ennyi fér bele az adásba, illetve hát már lett volna még itt egy nagyon jó hírünk, egy szuper töltő, ami 30 másodperc alatt föltölt egy mobiltelefont. Erről is szerettem volna veletek beszélni, és ami külön érdekessége ennek a töltőnek, hogy egy 18 éves lány találta fel, tehát az ő találmánya, és fél perc alatt föl lehet vele tölteni egy mobilt, 50 ezer dolláros fődíjat nyert az Intel egyik pályázatán a 18 éves Esa Crane, aki szuper töltőjével kevesebb, mint egy perc alatt tud feltölteni egy mobiltelefont, ráadásul a töltő 10 000 újratöltésre képes, ami 10-szer jobb annál, amit a mai töltők kínálnak. A technológiáról egyébként bővebben is lehet olvasni. Hát a HVG oldalán megtaláljátok ezt a cikket, ha érdekel benneteket, olvassátok el. Érdekes egyébként, és hát külön gratulálunk, hogy ilyen
Mi ugye pont az elején beszéltünk itt Ádám kapcsán erről, hogy csajok meg az informatika. Hát, 18 éves leányzó, és föltalált egy szupertöltőt. Úgyhogy vannak azért géniuszok a világban, úgyhogy én ennek rendkívüli módon örülök. Női géniuszok is vannak. Na jól van. Hát ez volt a Restart, holnap folytatjuk, ugyanígy 5-kor várok mindenkit a képernyők elé. További kellemes napot kívánok nektek, sziasztok! Együttműködő partnerünk Acer.